azokat az alapokat erősítjük, amely legfontosabb a magyar közösségek megmaradásában a Kárpát-medencében. Ez az oktatási rendszer, az anyanyelven magyarul tanító iskolahálózat, óvodahálózat a Kárpát-medencében, mert az utóbbi években rendkívüli eredményeket sikerült elérni. Precedens nélküli ilyen nem volt, a 20. században nem történt. Nagyon örülünk, hogy ez a lehetőség kínálkozik, és együtt van minden, nemzeti összetartozás érzése, a rendületlen kötelezettség, mely a magyar alkotmányból ered, a határainkon túl, de ezer éves szülőföldjükön élő autokton magyar nemzeti közösségek megmaradásáért viselt felelősség. Ez egy cselekvő felelősség, megnyilvánul a magyar oktatási hálózatnak a fejlesztésében, 21. századi színvonalra emelésében. Ennek szép példája a sárosoroszi iskola, ahol egy több mint 30 millió forintos beruházással az iskola egészét sikerült megújítani és méltó oktatási intézménnyé varázsolni. A térségben több más helyen is hasonló projektek sikerrel fejeződtek be, illetve folytatódnak. Hát ez a záloga itt a magyar közösség szülőföldön maradásának. Az első számú és legfontosabb kérdés, természetesen sok más is van, ami a életviszonyok infrastruktúra megjavítását írja elő, és ezen is munkálkodunk, viszont a magyar nyelv, a magyar kultúra ápolása az alfája és omegája nemzet megmaradásának. Ez a legfontosabb. Egyébként 100 év alatt a meglévő alapokon is látszik a magyar nyelv, a magyar kultúra iránti ragaszkodás ereje, az látszik, hogy megvédte a magyar nemzeti közösséget a Kárpát-medencében, itt Kárpátalján is. Legyen az bármilyen elnyomó diktatúra, amely sújtotta ezeknek a közösségeknek az életét az utóbbi 100 évben, a történelem viharain keresztül mégis megmaradtak, itt vannak, és bizony-bizony az ő és az őseik hatalmas nagy dicsősége ez, hogy ez így történt, ez az első számú alap, és hát erre szeretnénk építeni, és a kultúrájukat, a nyelvápolást erősíteni, amennyire csak lehet támogatni minden lehetséges eszközzel, minden törvényes és parlamentáris és megengedett módon, ami a mai Európában, a 21. században bevett, illendő és elvárt egy anyaországtól.